Már javában tart az idény a preakadémiai korosztályok számára a DVTK-nál. Rengeteg kihívás vár a legkisebb labdarúgó palántákra, illetve az akadémiai korosztályokba hamarosan belépő játékosokra. Az U14-es csapatunk kiemelt bajnokságban, itt a legjobb csapatokkal tudnak találkozni. 12-13-as korosztályban a Interligában fogunk indulni. Tavaly már indultunk, egy év tapasztalat van a hátunk mögött. Nagyon pozitívak voltak a tapasztalataink, illetve a visszajelzéseik az edzőknek, a gyerekeknek és a szülőknek, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy idén is megméretjük magunkat. Sikerült elérni azt, hogy mi is rendezünk fordulót, ugyanúgy, ahogy az előző évben, úgyhogy rögtön itt fognak kezdődni az Interliga azon csoportnak a mérkőzései, amelyikben részt veszünk, úgyhogy alig várjuk már, hogy játszunk. A kisebbek, 9-10-11-es korosztály pedig szokásosnak mondható Dunamenti Ligában indul. Évek óta hagyomány már szinte, hogy utazunk és játszunk ebben a ligában. Nem titok egyébként, hogy van egy kezdeményezés, ami általunk lett generálva, hogy szeretnénk itt a keleti régióban jövőben elindítani egy saját ligát. Már a preakadémistáknál is fontos a mérkőzés szám. Emellett pedig a nemzetközi tapasztalat növelése is cél. Szeretünk minél több mérkőzést játszani. Az U7-es korosztály már a Bozsik rendezvényeken ugye jelen van, tehát a legkisebbek is már jelen vannak. Van U6-os korosztályunk, őket a második fél évben szoktuk versenyeztetni szintén a Bozsik rendszerben, illetve rengeteg tornát szervezünk mi is, a partnerklubok bevonásával, U7-ben és teljesen az U9-es korosztályig. U10-től fölfelé már rengeteg tornára járunk. Talán markánsabban megjelennek a nemzetközi mérkőzések U9-10-11 és a fentebbi korosztályokban. Nem szeretnénk túl hamar kiégetni a gyerekeket. Ezen kívül a DVTK Labdarúgó Sport Akadémián folyamatosan dolgoznak azon, hogy az utánpótlás biztosított legyen. Ez a folyamat már az óvodásoknál kezdődik. Most egy új programot vezetünk be most szeptembertől, ami egy több mint fél éves előkészülettel tud megvalósulni. Kitűztük azt célnak, hogy megmozgatjuk valamennyi óvodás gyereket. Felmértük az igényeket, külön tartottunk vezetői értekezletet az óvodavezetőkkel. Rendszeresített program szerint fogunk működni, és az edzőink fogják járni az óvodákat. 2200 óviskorú gyereket tudunk majd így megmozgatni, aminek nagyon örülünk. Egyrészt az, hogy próbáljuk őket a sportra irányítani, vagy integrálni a sport felé, illetve hát nem titok, hogy scoutolás, tehát van scouting tevékenység is mögötte. Emellett a partnerklubokkal való együttműködésnek köszönhetően is. Sok tehetséges fiatal kerül a DVTK-hoz. Előre meghatározott ütemterv szerint egy-egy partnerklubnak a legtehetségesebb játékosai U7-től U14-ig heti egy alkalommal részt vesznek nálunk egy-egy foglalkozáson. Nem feltétlenül azzal a céllal, hogy azonnal elcsábítsuk a gyerekeket az anya egyesülettől, hanem első körben azért, mert szeretnénk megmutatni nekik, hogy mi hol dolgozunk, milyen rendszerben, milyen a létesítményünk. Szeretnénk velük megszeretetni a DVTK-t, ezért próbáljuk kicsit közelebbi viszonyt kialakítani, egyrészt így a gyerekekkel, szülőkkel és a partnerklubokkal. Akadémiánk tehát továbbra is meghatározó szerepet tölt be a térségben. Ám fontos, hogy magas szintű legyen a képzés. Ebben segít a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik programja. A Magyar Labdarúgó Szövetség a preakadémiák esetében egy-egy mentort fog a klubokhoz irányítani. Ez a mentor heti rendszerességgel fogja látogatni edzéseinket, és szakmai kapcsolatot fogunk tartani, és a szakmai véleményét pedig továbbítani fogja felénk, amivel így azt gondolom, hogy közösen együtt tudunk fejlődni. Ezt felhasználva pedig minél képzettebb labdarúgókat nevelnének akadémiánk edzői. Nagyon fontos az, hogy kétoldalúság meg legyen teremtve, tehát bátran merjék használni akár a gyengébbik lábukat is, illetve ami még ezeknél a kicsi gyerekeknél fontos, az, hogy imádjanak ide járni, imádják a piros-fehér címert, imádják a klubot, imádják az egész identitást, ami körülveszi a klubunkat, az egész közeget, szeressenek idejönni, és legyenek boldogok, mert azt gondolom, hogy ha ilyenek a gyerekeink, akkor semmi se tudja majd őket megállítani, és el fogják érni a céljaikat, meg az álmaikat, hogy itt a mögöttem lévő stadionban, vagy akár még nagyobb stadionokban játszhassanak.